fejlődik a térség. Átadták a felújított közösségi teret Felső-Szentivánon. Hungarikum volt a menü. Jótékonysági halfőzéssel készültek a rászoruló gyermekeknek Baján. Középpontban az egészség. Játékos foglalkozásokkal készültek a projekt hétre a Szent László AMK óvodájában. Kedves nézőink, március 10-én pénteken köszöntöm Önöket itt a Bajai Televízióban, ahol a híradóval jelentkezünk. Újabb fejlesztésnek örülhetnek a felső-szentivániak. A településen egy közösségi teret hoztak létre a Magyar Falu programnak köszönhetően. A pályázat során az önkormányzat 25 millió forintos visszanemtérítendő támogatásban részesült, ebből az összegből alakították ki azt a nyitott épületet, amely a közelben lévő szélmalom mellett további programoknak biztosíthat helyszínt. 2020-ban nyitották meg a felső-szentiváni szélmalmot a látogatók előtt, azóta pedig folyamatosan fejlődött a turisztikai látványosság környezete. Március 9-én csütörtökön egy közösségi tér létrejöttét ünnepelhették, amely egyfajta kuriózumként tovább élénkítheti a látogatottságot. A közösségi tér annyira speciális, hogy ebbe egy kemence is van. Ha már őrlünk, akkor azt itt föl tudjuk használni, és is abból sütünk, mint hogy ez ma így is van. Tehát ezt a kemencét beüzemeltük mára. Úgyhogy lesz egy kis melege is a közösségi térnek, meg illata, meg reméljük, hogy íze is. És hát azért nagy terveink is vannak vele, mert ez egy ilyen EB-VB teraszt is lenne hosszú távon, egy nagy tévével szeretnénk ellátni. Reméljük, hogy a magyar csapatoknak lehet majd szurkolni különböző világversenyeken. Az átadón a polgármester után Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos is beszédet mondott. Kiemelte, hogy országszerte 2500 helyszínen fejlesztették a falusi közösségi tereket, összesen 40 milliárd forint értékben. Ezen kívül pedig további 5-5 milliárd forintot szántak az eszközállomány korszerűsítésére, valamint a közönség szervező személyek bérének finanszírozására. A kormány biztos az eseményen egy közvéleménykutatás eredményét is megosztotta a jelenlévőkkel. A legtöbben az első helyre sorolták azt, hogy akkor érzik jól magukat a valós településen, hogyha ott él a közösség. Hogy ott van hova elmenni, van egy közösségbe elmenni, lehet ott valamit csinálni, oda el lehet vinni a gyereket, meg tudjuk mutatni neki, hogy él a falunak a közösségbe. Az átadó ünnepségen Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, fontos támogatni a kis települések közösségeit. Ugye a Magyar Falu programot, amikor meghirdette a kormány, akkor a legfontosabb célunk az volt, hogy fejlesszük a kis településeket, hogy azok, akik itt élnek, azok is megfelelő színvonalon tudják igénybe venni a szociális, az egészségügyi, az oktatási, a közigazgatási szolgáltatásokat, de nem csak épületeket újítunk föl, hanem közösségeket is erősítünk meg, mert azt szeretnénk, az egésznek az a célja, hogy azok az emberek, azok a közösségek, akik ilyen kis településenek élnek, ők is megtalálják a számításokat, ők is itt tudjanak élni, megfelelő színvonalon tudjanak élni. A megnyitón a helyi általános iskola alsó tagozatos diákjai is közreműködtek, az új közösségi teret pedig Muka Attila Gábor plébános áldotta meg. Hamarosan beköszönt a meleg idő, a tavaszi szabadtéri rendezvényeknek pedig már az új közösségi tér adhat otthont. Nyára az önkormányzat egy különleges fesztivált szervezne, ahol erdélyi székelyhölgyektől tanulhatnak majd puliszkát készíteni a résztvevők. Ennek is megfelelő helyszíne lehet a legújabb beruházás. Megkezdődtek a munkálatok a Herceg Ferenc, a Nagy István, valamint a Pokorni János utca külterületi szakaszain. Az önkormányzat honlapján található közlemény szerint a fejlesztés keretében útszegélyeket alakítanak ki, mechanikai stabilizációs alaprétegeket fektetnek le és aszfaltoznak is, emellett a Nagy István utcában felújítják a buszmegállót, valamint a buszfordulót is, ezért az utca szakaszokon időnként ideiglenes lezárásokra kell számítani, írják a tájékoztatóban. Arra kérik az utcában lakókat, hogy a szegélyépítés, valamint az aszfaltozás ideje alatt ne használják a kapubejáróikat, a parkolást más módon, esetleg a környező utcákban oldják meg, illetve kerüljék el ezeket az utcakaszokat. A kivitelezési munkák legkésőbb november 30-áig tartanak majd. Az aktuális tudnivalókról a www.bajaiönkormányzat.hu oldalon tájékozódhatnak, a felújítás végéig a lakosság türelmét és megértését kérik áll a tájékoztatóban.
Idén is folytatódott a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete és az egyik bajai halbolt közös jótékonysági akciója. A szervezők pénteken délelőtt 160 adagot osztottak ki a helyi vállalkozók felajánlásából készült halászléből. Ez alkalommal olyan gyermekek lakhattak jól a Hungarikumból, akiknek egyébként nem biztos, hogy hal kerülhetne az asztalukra. Már a reggeli órákban a bográcsok alá gyújtottak a halfőzők pénteken. A Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesületének tagjai évente többször készítik el jótékony keretek között a Hungarikumot. A bográcsokban ezen a napon összesen 68 kg hal főtt, amelyet ez alkalommal a rászoruló gyermekek részére ajánlottak fel, mondta el Híradónak Horváth László, az egyesület elnöke. Itt az alvégi két iskola jött most sorba, tehát a Sugovica AMK két intézményében fogunk halat szállítani. Az egyik itt van ugye a Szent Antal utcában, másik pedig a Malom utcai tagintézmény. Oda visszük a nagyobb mennyiséget, illetve a Berecki szakképzőiskolának a rászoruló gyermekei fogják kapni a másik adagot. Úgy oldjuk meg, hogy vannak olyan gyerekek, akik a kiadagolt halat, halászlét, tésztát külön edényben, nejlonszatyorban szépen haza tudják vinni, és otthon nyugodt körülmények között el tudják fogyasztani. Illetve a Malom utcai intézményben ott nem adagonként, hanem egyben, melegen tartva fogjuk elszállítani a halat, és ők ott közösen fogják elfogyasztani ezt a halászlét. Horváth László hozzátette, a halhúst egy helyi vállalkozó, a gyufatésztát pedig egy bajai üzem biztosította. Kollerné dr. Tóth Mónika, a halból tulajdonosa úgy nyilatkozott, ez alkalommal szerettek volna olyan gyerekeknek örömet okozni, akik közül sokan lehetséges, hogy csak az iskolában jutnak főtt ételhez, halászléhez pedig talán soha. A vállalkozó elárulta, idén ez volt az első, de nem az utolsó jótékonysági akciójuk. Évek óta rendezünk főzéseket, a Bajai Halászléfőző Bajnokok Egyesülete mindig vállalja a felkérésre a főzést, minden évben részt vesznek rajta, az önkormányzat segít a kiszállításban. Április 21-én ugyanekkor a mennyiséget szintén rászorulóknak fogunk főzni, ugyanitt volt előtt. A halból tulajdonosa külön megköszönte az együttműködést a bajnokoknak és a kiosztásban rendszeresen közreműködőknek. A menüt az intézményekbe a közterületfelügyelet munkatársai szállították ki, akik abban is segédkeztek, hogy hol laknak olyan nagy családosok, rászorulók, akik szintén örülnének a gesztusnak. Így hozzájuk is 40 adagot el tudtak juttatni az ételből a szervezők. Hamarosan lejár a gépjárműadó befizetési határideje. A Nemzeti Adó és Vámhivatal minden tulajdonost tájékoztat az aktuális díjakról. A törvény értelmében a magyar hatósági rendszám táblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű után adót kell fizetni. A NAV február közepe óta ügyfélkapun, annak hiányában pedig postai úton küldi ki a tájékoztatókat. Azoknak, akiknek tavalyhoz képest változott a befizetendő adó mértéke, a hivatal határozatot küld, a többi ügyfél egy emlékeztető értesítést kap a határidőről. A gépjármű adó első részletét március 16-áig, a második felét pedig szeptember 15-éig kell befizetni a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni. Ha ez elmarad, az adóhatóság nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. Az összeget a NAV mobil gépjárműadó menüpontjában, vagy a NAV ügyintéző felületén, az ügyfélportálon is befizethetik. Minden év márciusában az egészséges életmódra nevelés népszerűsítő egészséghetet szerveznek a Szent László AMK óvodájában. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is sokszínű programot állítottak össze az óvónők, akik játékos feladatok és vendégelőadók segítségével ismertették a helyes táplálkozás, a tisztálkodás és a rendszeres testmozgás fontosságát. Közös énekléssel és imádsággal indítják a napot a Szent László AMK óvodájában. Az egyházi fenntartású intézményben egész évben nagy hangsúlyt fektetnek az egészségtudatos nevelésre, márciusban azonban kiemelt figyelem irányul a témára.
Ekkor szervezik meg az egészséghetet, amelynek keretében játékos formában ismerkednek a legkisebbek, többek között a helyes táplálkozás és a szájápolás szabályaival. Meg kell mosni a fogunkat. Hogy kell helyesen fogat mosni? Így. Először így, itt kívül, utána itt rajta. Arról is hallottatok, hogy mit szabad és mit nem szabad enni? Igen, nem szabad csokit enni. Ennek megfelelően édességek helyett gyümölcsökkel és meleg teával kínálták meg az ovisokat a pedagógusok. A gyerekek azt is megtudták, hogyan lehet megállapítani, ha valakinek rossz foga van. Benézzünk a tükörbe és látjuk. Mit látsz, ha rossz a fogunk? Lukas a fogunk. Akik csoportszobában egy rögtönzött kórházat alakítottak ki, benne az alapvető orvosi felszereléssel. Fáslik. Mit kell csinálni a fáslival? Bekötözni a szebeket. Mi van még itt a kórházban? Szuri. És a szurival mit kell csinálni? Hova kell beadni? A kezünkbe. Annak érdekében, hogy minél szemléletesebben mutassák be az egyes témaköröket, a szervezők külső szakembereket hívtak vendégül. Csütörtökön Györökné Gajas Edit, a területi védőnői szolgálat vezetője, és Bagó Tibor, a Mogyi Bajai Birkózóklub edzője érkezett az óvodába. Küzdősportos játékokat kell játszhatni velük, küzdő játékok, illetve mozgáskoordináció fejlesztésre próbálom rávezetni őket játékos formában, rengeteg játékkal, esés gyakorlásokkal, illetve a birkózás alapjába próbálom bevezetni őket egy-két fogással, vagy egy-két olyan küzdőjátékkal, hogy versenyszerűen tudjanak játszani. A házigazdák minden évben arra törekszenek, hogy újabb oldaláról mutassák be a legfontosabb témaköröket. Az egészségprojektünk több nagy témakör köré csoportosul, mint például a testápolás, az egészségmegóvás, a mozgás, aztán a táplálkozás is nagy hangsúlyt kap. A továbbiakban újabb érdekes programokkal készülnek a legkisebbeknek. Március 17-én apáknapi ünnepséget szerveznek az óvodában. De a vízvilágnapjához és húsvéthoz kapcsolódóan is hirdetnek rendhagyó foglalkozásokat a Vöröskeresztéri intézményben. Felszámolás alatt áll az egykori Neptun éttermet tulajdonló Madarasi ügyvezetővel bíró cég, a Roosevelt téri épület legendás pincehelyisége pedig hosszú évek óta üresen áll. Az ingatlan a rendszerváltást követően került a volt Bajai Állami Gazdaságtól az önkormányzathoz. A város értékesítette, így azóta magántulajdonban van. 2017-ben felajánlották visszavásárlásra, ekkor a Baja Vagyon ZRT felmérte a 315 négyzetméter alapterületű volt borozót, de nem kötöttek üzletet. Az akkor készült fotók szerint szörnyű állapotok uralkodtak. Helyenként bokáig ért a víz, feláztak a falak, puposodott a járólap. Felújítás azóta sem történt. Az egykori Neptun borozóra a legutóbbi liciten nem akadt érdeklődő a 106 millió forintos kikiáltási áron. A pályázatban szereplő felújítandó vagyontárgyak és az üzlethelyiségek becsült értéke 214 millió forint. A Baja Hangja Kft. Munkatársai a héten igyekeztek körüljárni az épületet, bejutniuk azonban nem sikerült. A kulcs a fővárosi felszámolónál van, de a megrongálódott kürtőt mintegy 2 millió forintból így is sikerült korábban felújítani, mondta el a közös képviselő. Visszatérnek Bajára a Vármegyei labdarúgó bajnokság küzdelmei. Szombaton a Bajai LC mérkőzésére, míg vasárnap felnőtt női kosárlabda mérkőzésre látogathatnak ki az érdeklődők. Hétvégi előzetesünk következik. Szombaton ismét hazai pályán szurkolhatunk labdarúgóinknak. A tavaszi szezon az előző hétvégén már elrajtolt. A Bajai LC a Soltvadkerti tie vendégeként játszott döntetlent. Holnap 14:30-tól az utolsó előtti helyen álló Lajos Mizsei VLC látogat a Petőfi-szigetre, azonban a tabellán lévő különbség ellenére sem egyértelmű a három pont sorsa.
Az egész bajnokságról igaz az, hogy szinte mindenki, a Kiskunfélegyháza kivételével mindenki legyőzhet mindenkit. Lajos Mizse pedig nagyon csalók a csapat, mert nagyon rosszul kezdték a bajnokságot. Első négy fordulóban nem szereztek pontot, és azóta pedig fölértek a, igazából 2-3 pontra vannak a középmezőnytől. Az utolsó 6 meccsükből 3-at megnyertek, 2 döntetlen és csak egyszer kaptak ki. Igazoltak a télen is játékosokat, első fordulóban is a Kiskörös maga biztosan 2-0-ra verték, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, de hát hazai pályán szeretnénk megszerezni 3 pontot. Hozzátette, hogy a vadkerti mérkőzéshez képest a támadójátékban kell javulniuk. Nehezítő körülmény, hogy sok a sérült, 6-7 labdarúgó játéka is kérdéses. Viszont a Luabaja ifistái nem játszanak bajnokit, így ők Koch Tamás rendelkezésére állnak szombaton. Az alapszakasz utolsó hazai bajnoki mérkőzését játssza vasárnap a Bajai NKK felnőtt csapata. Kosarasaink a Kislenke Kosárlabda Akadémia növendékeit fogadják. Januárban Budapesten 25 pontos vereséget szenvedtek a bajai lányok, így most hazai környezetben vághatnak vissza az idegenbeli fiaskóért. A találkozó vasárnap 16 órakor kezdődik megszokott környezetben, a dr. Pósta Sándor sportcsarnokban. Főbb híreink következnek most egy-egy mondatban. Fejlődik a térség. Átadták a felújított közösségi teret Felső-Szentivánon. Hungarikum volt a menü. Jótékonysági halfőzéssel készültek a rászoruló gyermekeknek Baján. Középpontban az egészség. Játékos foglalkozásokkal készültek a projekt hétre a Szent László AMK óvodájában. Kedves nézőink, műsorunk végén a kollégák nevében is megköszönöm egész heti figyelmüket. Friss híradóval legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket. Viszontlátásra! Szombaton az ország több pontján is felhő átvonulások zavarják a napsütést, emellett záporok, hózáporok is előfordulhatnak. A déli szél megélénkül, helyenként viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 és 12 fok között valószínű. Vasárnap nem számíthatunk csapadékra, az észak-nyugati majd a délnyugati szél helyenként megélénkül, hajnalra többnyire mínusz 8 és 0 fok közé hűl le a levegő, vasárnap délután 6-10 fok közötti értékeket mérhetünk.